Már csak másfél óra a Németország-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésig. A francia-portugál-német-magyar csoportban már az is óriási eredmény, hogy egyáltalán van tétje ennek az összecsapásnak, hiszen a magyar válogatott egy győzelemmel tovább juthat a nyolcad döntőbe. A papírforma nem Magyarország mellett szól, ezt tudja mindenki, de az előző két meccs mégis azt mondatja a szurkolókkal, hogy bármi lehet. Mindenki a nemzeti válogatottnak szurkol, hajrá magyarok! Ezt üzeni a Miskolci Egyetem abban a videóban, amit szerdán tettek közzé a Facebookon. Nem csak ők biztatták a játékosokat, a közösségi oldalakat szinte elárasztották a hasonló videók. Szabados Ádám futball freestyler lenyűgöző budapesti panorámával a háta mögött mutatott be trükköket, ezzel kívánt sok sikert a válogatottnak. Szerda délután már Kárpát-medence szerte futballázban égtek a drukkerek, bár most nem Budapesten lép pályára a csapat, ennek ellenére már napközben sokan gyülekeztek a hivatalos szurkolói zónában. A drukkerek azt mondták, bíznak a győzelemben. Rengeteg olyan játékos van, aki a Bundesligában játszik, tehát a mi csapatunk jól ismeri a németeket is. Szóval tényleg nagyon nehéz feladattal nézünk szembe, de én reménykedem a legjobbokba, és tényleg hajrá fiú, hajrá Magyarország! Országszerte hasonló volt a helyzet. Nyíregyházán a vendéglátóhelyeken már délután pakolták a székeket és az asztalokat. A gyógyfürdő melletti teraszon egy 15 négyzetméteres kivetítővel készülnek a drukkereknek. Úgy készülünk a ma estére, mint a szombat estére. Körülbelül 500 fős férőhely van nálunk, de valószínűleg sokkal többen lesznek így a magyar mérkőzésre. Ez pedig már Zalaegerszeg, ahol EB terasszal készülnek az esti összecsapásra. Az egyik sportklub ifjú tehetségei pedig délután előre lejátszották az esti mérkőzést. Náluk a magyar csapat nyert, így a gyerekek is bizakodnak, hogy este is így lesz. Azt is megtippelték, kinek sikerül először a kapuba találnia. Szerintem vagy Sallainak, vagy Szalainak. Külhoni szurkolók is egész nap készültek, pakolták a sörpadokat, épült a szurkolói helyszín topolyán. Legyen egy jó helytállás, és akkor büszkék leszünk a fiúkra. Igazából már most is büszkék vagyunk a csapatra, a hatalmas teljesítmény, amit letettek az asztalra. Ez pedig már Kolozsvár, ahol a magyarok törzshelyein szinte minden asztalt előre lefoglaltak. Csak oltási igazolványra lehet jönni, csak asztalfoglalással lehet jönni, úgyhogy igyekszünk minden biztonsági előírást betartani. Aztán, hogy ha ne adj Isten, illetve adj Isten, góldöröm lesz, akkor ki mennyire magasra ugrik és ki mennyit ölelkezik, azt már nem fogjuk kontrollálni. A leglelkesebb szurkolók pedig a helyszínen nézik majd a meccset. Münchenben zengett a Ria-Ria Hungária és a Hajrá Magyarok rigmus is. Már kora délután gyülekeztek a drukkerek a Wiener Placon. Az M1-nek azt mondták, a csapattól azt várják, hogy mindent beleadjanak este. Szeretnénk tovább jutni, nyilván mindenki szeretne tovább jutni, de az a lényeg, hogy mindenki a szívét, lelkét kitegye a pályára, és állva halljunk meg. A szurkolók pedig azt ígérik, a magyar tábor hangosabb lesz a németnél. Egy meccsen bármi lehet, és ezt megmutattuk a franciák ellen is, hogy egy nagyon-nagyon összetartó válogatott vagyunk. Mondjuk most nem lesz 60 ezer ember itt, csak 4-5 ezer körülbelül, de mindent meg fogunk tenni a leláton, hogy biztosítsuk a srácokat, és tovább isünk. A szurkolók terve szerint együtt vonultak volna át az Allianz Arénához. A német hatóságuk azonban ezt végül megakadályozták. A drukkerek kedve azonban nem ment el, buszokkal indultak meg a stadion felé. A magyar csapatnak rengetegen szurkolnak, például a sportegyesületek is. A meccs alatt így magyar nemzeti színekbe borul a Grupama Aréna. Ezt a Ferencváros labdarúgó csapatának elnöke tette közzé Facebook oldalán, és arra kérte a többi klub vezetőit is, hogy csatlakozzanak. A Ferencváros mellett többek között az MTK és a DVSC foci csapatának vezetése is úgy döntött, csatlakozik a kezdeményezéshez. Debrecenben azt mondják, ezzel szeretnék kifejezni, hogy drukkolnak a válogatottnak. Nem mehetünk a pályán, nem tudunk játszani, akkor így nyújtunk segítséget. Mindenki a maga eszközeivel. Este 9 órától több millió magyar egy emberként szorít a csapatnak. Akik nem a lelátón vagy a szurkolói zónákban, azok a képernyő elől biztathatják a magyar válogatottat. Magyarország! Magyarország!